bevezetek egy zenei effektust. Úgy értve, hogy egy őrszobát próbálok érzékeltetni zeneileg. Nem tudom, sikerült, felkeltettük az őrszoba illúzióját. Fontos volna, ugyanis ez nem akármilyen őrszoba, ez szép. Meglehetősen szép. Tágas, otthonos, lakályos, meghitt. Itt a rácsok babérral befuttatva dúsan. Mondjuk meg egyenesen, ez egy reformőrszoba. Ez a mi őrszobánk. Benne rendőrök, letartóztatottak, de az a hangnem, ami itt uralkodik, amit itt egyik-másik őrizetes megüt, hogy egy példával szolgáljak. A minap is azt mondta egy Novák Béla nevű elővezetett, de hányavet ilyen ám, azt mondta, hogy valami itt, valami most, valami már, vagy valami még nincsen, nem van, így van. Már Benke se jár, az egyetem hamar bezár, zárult ez az idő, ezt üzenem, édes barátom. Elmegy a nyár, aztán az ősz, aztán a tél, és megint a nyár, nincsen tavaszra, hova lett nap, hova tűnt az évszakon, mit mondasz erre? Benkével lesz, alig ha nem, összeszűrték ők a levet, nekünk meg itt a tetőzetet, a Szentlélek tartja a fejünk felett, vehetted észre. És ragacsos ing, ragacsos ár, ragacsos beszédek, ragacsos ég egy ragacsos konyhában, ragacsos télben, ragacsos kenyérhez papfőzeléket meg a pírod. És Benke a tavasszal, ezzel a rinnyóval ott hentereg a hegyek mögött, mi meg itt együtt. Jól itt felejtve, és üres pohár, és üres zsebek, és egyáltalán, na ugye nincs más, nincs. El lehet képzelni. A törzsön mester lilába borult, megkapasztolott az íróasztal szélébe, és felsóhajtott, hogy na. Aztán békülékenyebben hozzátette, hogy na. Aztán szinte cinkoskodva, hogy semmi. Ne akarja nekem bemesélni, hogy semmi, hogy maga semmire sem emlékszik, hogy maga egy amnéziás. Itt van egy fénykép, egy férfi puskával, ismeri? Arthur Rimbaud, gondolta Novák. A tátos sorolc. Nem ismerem. És ezt a másikat? Vizi Miklós. Nem ismerem. És ezt? Desiré. Gondolta ellágyulva Novák. Desiré. Nem ismerem. A törzsőmester egymás után kapkodta fel a fényképeket. És ezt, és ezt, és ezt, és ugye ez se, ugye ez se, ugye ez se. Ecsédi, Fáskertiné, Lee Van Cleef, Antoine, Szabó Kálmán. Szóval mindenkinek megvan a fényképei. Hangosan pedig ezt mondta, nem ismerem, semmi közöm hozzá, nem láttam, nem ismerem. A törzs meg fáradtan legyintett, hogy hát persze, egyiket sem, mindezt mondják. Egyáltalán mit keres maga itt? És itt a törzs teljesen tanástalanná vált. Felkelt, átment a másik szobába is, megkérdezte az ott ülő civilnek öltözött ballonkabátos férfit, hogy tulajdonképpen miért hoztuk be ezt az alakot? A férfi a rangjára nézve hadnagy, az ajtórésen át Novákot figyelte egyfolytában, és mondta, hogy hát maga nem tudja. Soha nem volt dolga még ezzel a Novákkal. Csodálom. Ez példátlan. A legkülönlegesebb eset, akivel valaha találkoztam. Úgy képzelje el, ez ül minden este ugyanabban az étteremben. Éjmadár. Ül és néz. És ha maga is ott van és figyeli, akkor előbb-utóbb jön egy pillanat, amikor úgy érzi, be kell hozni. Azonnal, haladéktalan, úgy néz. És akkor behozza. És amikor bent van, meg elcsodálkozik, hogy miért hozta be, és akkor kiengedi. Most is így lesz. Aztán megint be fogja hozni. Tudja róla, hogy semmit nem csinál, de azt is tudja, hogy ez mindenre képes. Képzelje csak el, azt beszélik róla, hogy van egy ilyen hangfekvés a torkában, és ha ő azon énekelni kezd, akkor hajoljon közelebb. A
akinek fennakadt a lélegzete, vagy igen, na ne, hát ne mondja. És miért nem csinálunk valamit a torkával? Nem. Nem, mondta a hadnagy, nem szabad, nem engedik. Nem szabad, nem engedik. Még az is lehet, hogy ez a hangfekvés nemzeti kincs. Vagy katasztrófa. Nem volt még kipróbálva. Az is lehet, hogy nem is létezik. Nem tudom. Nem tudom, mi a helyes megoldás. Menjen, engedje ki. És így történt. Árd Novák és a törzsőmester az ajtóban, meg kikísérte, ugyanis ez reformőr szoba, nem győzöm hangsúlyozni. És a törzs azt mondta leszedősen Nováknak, hogy na, maga velem ezt nem fogja játszani. Lehet, hogy a hadnagy árnyalatokat kedvelő ember, de én aztán nem. Úgyhogy itt nálam nem lesz jégmadár, ücsörgés, nézegetés, hangfekvés. Nálam maga nem lesz különleges eset. Én magán úgy eligazodott Novák, hogy arról kódul. Most mehet. És ment Novák a hajnali utcán. Egy könnyű érzést vitt magával, hogy ő szabad, hogy egyfolytában az. És ebben a pillanatban elhitte, amit a barátai is mondtak róla, hogy az ő torkában tényleg létezik egy ilyen kipróbálatlan hangfekvés. És elhitte, hogy ha ő ebben a hangfekvésben énekel, akkor az ország elemelkedik a talajszintől. És körülbelül 1000 méteres magasságba fellebeg. Tehát létrejön egy új kontinens, ahol ugyanott áll majd minden. Gellérthegy, a parlament, a csillaghegyi strand, a közértek, a kocsmák, a zöldövezetek. A változás csak annyiban fog állni, hogy beszívható lesz a levegő. Hiszen mindenki ezt akarja. Magaslati levegő, magaslati pillantások, magaslati érzések, erős napsütés, új a növényzet, a levegőég, a tenger, Ausztrália. De lehet, hogy meg se fogom tudni csinálni, gondoltam a Novák. Csak etetnek itt ezzel, én megeszek. Mindegy. A mai nap alkalmasnak látszik arra, hogy kipróbálja. Hú, de duhaj kedvem támadt. Ezt mondta hangosan is, énekelni kezdett. Ugyanekkor kezdte énekelni ugyanezt a dalt egy nagy budapesti lakásban, egy nagy ünneplő társaság, ahová egyébként Novákot is várták nagy hírekkel. A dal így szólt. És az út végén ott kötik az óceán. A villanydrótok között megszorult gólya, szikrázó csőrében kis Jézusunk. De lehet, hogy ez Ausztrália, és nem Herodes városa. Ők aztán tudják.
takarék. Azt nem tudják szegények, hogy ők ugyan mitől, de hát épp ezért illenének éppen közé. És most, hogy minden megy levár, még egy sört és aztán nincs tovább. Nem vagyok részeg, fogd az esernyőt, pincért nézze azt a ronnyingű felhőt, lángol a gólyat, elvezeték. Szolgáljon ki azonnal, itt van a pénzem, köd lopogom, suhogós, de veszendő, férben vasban. Fényben lángol a gólya a távvezetéken, minden világos ebben a fényben. Mire irány jutottak a dalban, Novák is megérkezett a nagy ünneplő társaságba. Tudomásul vette, hogy a könnyű érzése oda van, hogy a szíve nehezedik, és hallotta, hogy az italtól fellelkesült barátai üdvri valgással fogadják, hogy megvan, engedélyezték, még a mai szent nap folyamán. Itt van a nagy dobás, öregem, amire kezdettől fogva vártunk. Ausztrália, öregem, Ausztrália! És te vagy a tartományi főnök. Novák lerázott magára egy ölelő kart, és azt mondta a kargazdájának, hogy jól ott hagytatok megint. Mondta a másik, most ne ezzel törődj, hát mi téged nagyon szeretünk. Na jó, nem mondom, vannak óráid, amikor a mi számunkra nem nagyon vállalható a társaságod, és akkor ott hagyunk. De te nekünk titkos reménységünk vagy, hát nem bukhatunk le veled. És most különben sem erről kell beszélni, ezek tegnapi dolgok, most meg ma van. Most jön az új idő, meg az aranypart, a pálmafák, a kagylók, a babérok, kibontakozás tesz, kibontakozás, gyere, erre ígyunk! És a férfi végképp eltűnt a forgatagban. Szóval itt van a nagy lehetőség, gondolta Novák. De ugye mi lehet az? Mit szerezhetek nekem ezek a hátam mögött? Megint a hátam mögött tervez valaki? Ugyan? És azzal benyitott a másik szobába, ahol éppen egy nő telefonált, egy bizonyos Jó Zsuzsa nevű nő. Övé volt egyébként a lakás, de mint kitűnt, ebek 30 adján. A nő, mint említettem az előbb, telefonált, és éppen azt mondta a kagylóba, hogy... Színházi módban van Veszprém, voltam büfé. Mondhatom, esténként volt ott nagy elmélyülés. Egy példát említsek, szegény kis Hamletem, az első szünetben úgy elmélyült bennem, s annyira kifulladt, nem tudtam mondani, ideje jött én, hogy to be or not to be. Pontosítanom kell, nem büfés, hanem hát büfésnő voltam csak én. De 68-at írtunk, s fújtak a reform szelek. Az egyik jó alám fújt, jó megemelt engemet. És nem is csak magamban szálltam fel legottan. Kálerek, felesek, tüzérek, krémesek, harckocsik, kellékek akartak szárnyalni. Hamletem is ez a kipróbált bizalmi felszállt. A magasba akár egy pacsítas, ott lebegett én velem. Azóta
aztán már színházat igazgatok. De elmélésen én most is alkalmas vagyok. Tessék csak kérdezni, lemegyre érkezik a sok új tehetség, megmondja bármelyik az óvatoskodás került ma túlsúlyba, de az én eszményem annyit ott kultúra, azt mondom bátorság, nincs itt mit félteni, jöjjön csak belép, s vigye mi jár neki, 8 hetes szalámi, rém dráma, akármi, jó szívvel kimérem én, ki én, ki én, ki én. Ki én? Minden felelősséget vállalok, jó sertás. Nincs más megoldás. Nem lehet vele beszélni, nem hajlandó megígérni semmit. Egyszer úgyis meg fogja csinálni, és akkor már jobb, ha támogatjuk. Hát végül is nem ezt akarjuk mindannyian? Egy emelkedő ország, ez lebeg a szemünk előtt. Na nem igaz? Hát engedélyezzük neki, hogy ebb felé ne kelje. A végtére is már el volt határozva, sokan már számítanak is rá. A kagylóból dúlás-fúlás félre ismerhetetlen jelei érkeztek, hogy miket fecseg itt össze-vissza. Azt hiszi, hogy a maga felelőssége kiterjed erre a kísérletre? Azt képzeli, hogy ez nem több kulturális tyúkbérrángatásnál, gitrágásnál? Egy ország a levegőben. Azt képzeli, hogy ez játék? És mit szólnak a szomszédaink, ha mi csak úgy elemelkedünk közünk lipsz-ropsz? És az átmenő utak? A hajózó járatok? A krivolyrogi vasérc majd potyog Mohácsnál a fekete lyukba? És ha nem pont 93 ezer négyzetkilométer emelkedne, hanem több, vagy kevesebb. Ki vállalja a felelősséget? Eszén van maga drágám. Nem lehet eladni az ötletet a KGST piacán. Szigorúan meg kell tartani a kísérleti jelleget. Megmondtam világosan, egyetlen házat engedélyezek. Az hadd menjen. Aztán meglátjuk, ha beválik, jövőre egész kerületről is szó lehet. Ha minden jól megy. De momentán egy ház ebben a nehéz helyzetben halaszthatatlan. Azt még ma érti? Még ma? Még ma? Még ma? És az a kattant a vonal a telefon túlsó végén. Józsuzsa is letette a telefont, és az akkor már mellett álló Novákra támadt, hogy itt vagy te, Isten szerencsétlen barma. Megint belemásztál. Megint bevittek. Most jelentettem. Szerencsét, hogy én jelentettem, hogy tőlem tudták meg. Így még marad valami remény. Egyetlen ház. Még ma. Hallottad te is. Ne törődj semmivel, mondta Novák. Gyere, Zsuzsika, nálam a reménység, nálam a vigasz. Azt hiszem, hogy én fellépnék a színházadban. Nagy előadás lenne. Van a színpad, fönn farsangi díszek, meg egy szék, meg egy ételmi asztal. Én annál ülök, és nézek, és mindenre képes vagyok. Igen, igen, mondta Józsuzsa. És aztán? Nincs aztán, nevetett Novák. Ennyi. Mindenki érzi majd, hogy azonnal énekelni kezdek egy különös hangkökvésben, az ország meg fölfelé. Én nem kezdek énekelni persze, a feszültség meg nőttön nő, és mi szállunk mindannyian egy helyben. Mélyrepülés. Mélyrepülés. Ez lenne a címe. Mert egyetlen házról szó sem lehet. Nem fogom kiröhögtetni magam egy ilyen bárgyú ötlettel, ilyet ne is ígérgess a nevemben. Még ma. Lehet, hogy teszek egy próbát, de akkor az igazi próba lesz, mondta Józsuzsa. Édes Bélem, ne csináld ezt. Hát a fiúk téged ünnepelnek tegnap óta, most el akarod rontani az örömüket? Az, hogy te mindenre képes vagy, az előadhatatlan. Nem fog repülni az ország elől, ne is álmodj. Egyetlen ház, Béluska. Érd be ennyivel, édesem. Mert azt viszont muszáj. Mindenre még én sem tudok engedélyt szerezni. Jó, mondta Novák. Akkor én mondok egyet, de az nem ház. Az csak egy lenti ötlet. És a mutatványom röviden abból áll, hogy van egy asszony, és van egy fiú, vagy egy lány. És a cirkuszi konyva csak fölöttük a biztos medél,
a két torok közt kifeszül egy kötél. Egy pillantás múlva a kötélen ott termek én, és sötét ruhában megperdülök a közepén. A talpammal megérzek két sóhajt, egy szívdobbanást, és elrugaszkodóban mondok ott még egy fohászt. Édeseim, csak nyugodtan, szépen, ugye nem vagyok nehéz, csak álljatok szövegként végig nap, ennyi hát az egész. A mosolytok láttán a pára elfut majd minden szemed, én dobbantok szállok, ti pedig vegyetek még lélegzetet. Lelkeim, ennek a dolognak, hogy pontosan értsetek, a könnyedség atya varázsát, hát kérlek, ne lihegjetek. Ha dobbantok felszáll, pörgő, fogjátok fel a zuhanást, aztán, ha túléltem, körbe csókolom majd a két fél alá. Pokoli tornát nem azokért művelem, ki artistának készültek egykor velem, s most páholyval lapulva zogognak mutatványomon. Nem érettük fuldokon, fiacskám, szép asszonyom. A szaltó szabadság, hát ennyi csak, ez az egész. És nyugtassatok meg, ugye nem vagyok nehéz. Novák még be sem fejezte, Józsa már mondta, hogy reménytelen vagy, reménytelen vagy. Na jó, én most megpróbálok valamit intézkedni. Változtatás, halasztás még nem is tudom. Te pedig józan, hogy ki is térj észhez. A saját érdekedben is tanácsolom, mondta a nő, és elviharzott. Novák utána lépett, de az ajtóban megtorpant, mert az ünneplő társaság tagjai egymás után zúdultak végig az előszoba folyosón, a lépcsőház felé. Suhantak el az arcok. Olyanok voltak, mint a pillanatfelvételek az ajtónyílásban. Rembók, addig Lee Cliffek, vőlegények, tékozgó fiúk rohantak egymás után kifelé. Na, ezek mennek most, mint Ausztráliába, mondta Novák. Lelöknek még két felest, és már ott is vannak. Jó, hát csak menjenek. Nekem viszont úgy látszik, itt van valami fontos dolgom, úgyhogy lássunk is hozzá. Azzal visszalépett a szobába, ott volt a megszokott fotel, jobbfelől kézügyben szaloncukros doboz, benne a hajnali vastartalék, egy üveg sör, sajtos tallér, szódabikarbóna, aszpirin. Ivott, evett, bevett, lenyelt, aztán felnézett a szemközti falra. Ott egy fénykép lógott, régi jóbarát küldte magáról, már Kanadából, karibú vadászkorából. És Novák megszólította a képet, hogy hé, öreg, tudod, úgy vagyok én itt most, hogy hitegetnek is, meg fenyegetnek is. Nincs mese. Szint kell vallani. De én meg valahogy nem is félek eléggé, meg nem is örülök eléggé. Nem tetszik nekem ez az egész. Hát mit gondoljak egy helyzettől, amiben a barátaim csak azt tudják ígérni, amivel az ellenségeim fenyegetnek? Nem érted mi? Te ott az erdőben akkor ereszted ki a hangod, amikor akarod.
rajta meg csak vigyorogsz ott a lőtt szarvas mellett, 10 000 kilométerre innen. Hát jó, legyél te az első, akin túladok. Dögölj meg értem Kanadában. Tudod mi? Menj te is a többiek után Ausztráliába. És megfogta a képet, hogy falhoz vágja, hogy menjen annyi darabra, ahány felé a népe, meg menjen annyi darabra, ahány felé a nemzedéke. Aztán jöjjön egy új söprő, jól söprő, vízözön vagy akármi. De aztán megfogta a mozdulatot így vágból, és lerakta a képet, és mondta, hogy mehettek. Mehettek mind. Mehettek, amerre láttok. Mindent előről kell kezdeni. Előről. Egyedül. Honnan is? Hogyan is volt? Onnan kell kezdeni, hogy... No.
Körülbelül ebben az időben ért a rohanástól felhevült Józsuzsa Budapest egyik jelentős középületéhez. Mit intézett ott, mitán pontosan nem lehet tudni, biztos csak az, hogy nem fecsérelte az idejét. Ugyanis percek alatt kibontakozott egy széleskörű akció az ország lehorgonyzására. Az épületből teherautók spicceltek a szélrózsa minden irányába, és azokon minden volt. Vasmacskák, csavarok, pántok, bilincsek, zsanérok, sarokvasak, cölökverők, medvék, mozdonyok, drótkötelek, árkolók, sáncolók, delejezők, szervezők, ment a segítség. Közben a ház tetejéről alpinisták ereszkedtek Novák ablaka felé, hogy szemmel tartassák a fontos személyiség vívódását, és azzal összhangban vezényelhessék a munkálatok ütemét. Novák persze mindebből nem vett észre semmit. Nagyon is el volt foglalva a gondolataival. Éppen azt mondta, hogy ha most elvétem, nem kár értem. Aztán folytatta, állj meg, Novák! Most nagyon pontosan, nagyon világosan, mert ami mostantól történik, az végleges. Itt a nagy lehetőség. Erre vártál 20 évet, erre vártatok. Mit akartál te rendezni? Országot, hazát, egy felkavaró, szertelen életet, igaz? És mire szól az engedély? Színjátékra. Emelősdire. Kivonulsz a szándékaidból, és akkor kapsz helyettük egy házat. Csinálj vele, amit akarsz. Akarod? Én inkább azt mondom, ne mozdulj. Ne mozdulj, és ne pihenj. Aki most mozdul, eltéveszti. Aki most pihen, elszalasztja. Hát akkor én most itt maradok ebben a szobában. És mostantól ez egy őrszoba. Itt vigyázok magamra. Ekkor megcsendült a telefon, és Novák felrezzent. Aha. Szóval már sejtik, hogy itt vagyok. Persze. Reggel 8 óra van, aszpirin, sör, szódabikarbóna, kihagyó szívverés. Reggel 8. Ilyen kiszámítható lettem? És ki szerkesztett engem ilyen kiszámíthatóvá? És ki telefonál? Mindegy. Mostantól kezdve kiszámítható sem vagyok. Kezdem azzal, hogy nem veszem fel. Úgy is tudom. Anna hív. Az első kísértés szívtájék felől. Anna. Három nap északi szélben, macogásokban, ostromokban, pulóveremben pillanatok. Hova vezet ez? Na hiszen, mi a fene? Micsoda beteges, rákfrancos élet, én nézem, te meg ott nézed, hogy hajol meg a szélnek a nyegenyék. S ne vele, hova repül el, hiszel én is. El nem sokára, te pedig így hajolsz, majd utána annak a személyúraknak, melyen utazom, haza egyedül. Oh.
ugye, csak is így, ugye így, ugye, csak is így. Így szállok, így hajolsz, és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos éles, így hajol, meg újra a szél, meg az a jegenye. Az a hülye fa, az az egy. Na te hülye fa. Úgy látszik, a következő lépésben szabadulni kell a szeretőktől, a feleségektől és a titkoktól. Így kísérteni kezdett a szónoki hív, és Novák engedett, hogy legyen nyilvános, ami nyilvánvaló. Engedjük szabadjára a viszonyainkban rejlő feszültséget, és fütyüljünk a keletkező zűrzavarra. Nincs féltenivaló. A mingatag bennünk az úgyis magától összedől. Tehát mégiscsak föl, föl, föl. És a cölöpelő karapácsok skandálták a szavak ütemét. Novák pedig elégedett volt a fogalmazással, hátradőlt a karosszékben, és azt mondta, hogy jó, akkor a nőügyek lezárva. Aztán csörgés volt, persze ez nem Novák volt, hanem megint a telefon csörgő. Aha. Folytatják, mint annak a rendje. Ez a tanár úr lesz, lefogadom. Izé, Novák! Ne ordja magát ilyen büszkén, fiacskám! Rebesgetnek magáról ezt meg azt, hogy milyen nagy dalnok lenne, de maga ne üljön fel ezeknek a mendemondáknak, gyermekem, hát nem maga Petőfi Sándor végül is. Petőfi már meghalt, tanultuk, nem emlékszik? Meghalt, hála Istennek. Az volt Novák fiam a magyar történelem utolsó nagy pillanata. Ne felejtse el, valahogy el ne felejtse. Hát nem, tanár úr. Csak csengessen, csak beregtessen. Azért sem veszem fel. Nem fogom még egyszer meghallgatni a vonatkozó történetet. A DNS-féle verziót. Inkább azt mondom, hogy a dolog úgy áll, hogy mégiscsak én vagyok Petőfi. Én vagyok és élek. És... Hajkáltó partján, kína sekében, a bokámat megmosom, a lábbi lincs, vívla repülik, még vérzik a nyoma. Hát mostantól úgy, úgy leszek végleg, mint magva szakadt az ám. Mert birodalom még nem fogannak tőlem már új harcok soha. A torkom szűk, a két bokám véres, villám, pirincses, véres. Szűzanya úrnő, ide néz és lásd, a tavon csak a szél fut, a reménység elmerül. Villa Republic, nincsen nekem vég, csapatom többé. Szavam sincs, csak síkoló lélegzetem. Fenyvesek zúgnak, a szemhatárt elállják, a kiáltást elnyelik, majd engem is elnyelnek, nyomtalanul. És addig semmi, csak bilincsek, tetvek és őrület és orosz feleség. Vive la République, és két orosz gyerek. Ennyi, ennyi a vége. Ezt majd tagadjátok el. Hát
ez azért nyomasztó elképzelés volt, de szerencsére csengett megint a telefon, és Novák felpattant, hogy nem. Bolondult ezért a rövid mondatért, hogy nem. Nem vagyok Petőfi, és nem veszem fel. Tam! Tudnélik, elpattant egy dúl feszített drótkötél valahol Novák ablaka környékén, és Novák összelezzent, hogy na mi az? Csak nem erre az egy szóra indul az ország. Ho-ho. Ennyi lenne az egész? Nemet mondunk. És a telefon akkor elhallgatott, és aztán újra csengett. Azért ezt még megvárjuk, mondta Novák. Ezek a viziék lesznek, ez egy kollektív hívás. Délután 4 óra. Ez is egybevág. Ezek szerint már a jégmadárban vannak. Erős ünneplésben. Egy kissé keresztbe néznek. A keresztbenézés pedig a feltámadás előírnöke. Ilyenkor támadnak fel a lélek szunnyadó hajlamai. A barátaim esetében ilyenkor csak is a nemzeti egység jöhet szóba, mint uralom a törő felettes én. Igen, igen, lássuk csak. Együtt vannak a jégmadárban. Félrészegen, elhízottan, vágyat szétkenődöttségben. Vigyázva állnak a telefon körül, 15-en. Megindító koszorú. A szemük könnyes, és bele sóhatják a kagylóba azt a szépséges, szép dalt, amit régen így énekeltünk. Boldog asszony anyák, égi nagy pátronák, nagy ínségben lévén mi szólít meg hazám, Magyarországról, édes hazánkról. Ne feledkezzél meg szegény magyarokról. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta áldás, nagy ínségben lévén mi szólít meg hazád. Térdeplő helyben nem volt nyugvásunk, az Úr édesgetésére jó szót sosem találtunk. Makacs vérben méreg, makacs szívben sólyom, egy megmérgezett sólyom kirepül ajtómon. Minden hajnalban utána nézek, a te kegyedre bízom, mutass neki fészket. Mert öredbe furt arca, káromkodó kedvem, utoljára mondom, utolsó percemben, hogy Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról. És a telefon közben folyamatosan csengett. Nem veszem fel, csak azért se. Visszatartom magam tőle. Hát nincsenek itt más magyarok? Csak ezek a kappanhája szétkenődött, rokkant lelkű nyavajguk vannak itt? Hát ezekkel én nem fogok összefogózni. Ezekkel én nem fogok együtt énekelni. Ne hívjatok többet, nem veszem fel. Nem leszek veletek kapatosan bőgő magyar tarka. Mostantól egyedül. Mostantól egyedül imádkozom. Ugyanekkor történt, hogy a horgonyzó munkálatok fordulatot vettek. Valami kiszivároghatott a helyzettől, és ez felpesdítette az embereket. Volt, aki vasreszelékkel, folyamkavicsal kezdte megtömködni a zsebeit, az aktatáskáját. Sokan kapaszkodtak mély gyökérzetű öreg fákba. Mások meg éppenséggel elhányták a náluk névő nehezékeket, a kúszcsomójukat, megszabadultak a protézistől, lefeszítették a cipőjük sarkáiból a spicvasat, vitorlákat, papírszárnyokat eszkáváltak, erőltetett ütemi fogyókúrába kezdtek. Két házi asszony egy 20 kilós követ cipelt fel a 16. emeletre, ezt ruhaszállító kötéllel lebocsátották az ablakon keresztül, a kötél végét az asztal lábához csomózták, aztán csomagolni kezdték az ezüst előeszközöket. Közben egyetemista albérlők alagutat fúrtak a pincén keresztül a 20 kilós kő irányába, hogy a föld alól kinyúlva észrevétlenül levághassák a kötél végéről. Egy szóval hangulatos keleti sürgés támadt, ami nagy mértékben nehezítette a hivatásos műszakiak tervszerű munkáját. Novák pedig csak hajtogatta magában. Egyedül én. Egyedül én. Hát akkor most én következem. És felvette a telefont. Haló? Kisasszony? Kapcsolja kérem az összes állomást. Haló? Jó, hallotok? Üzenem mindenkinek.
Üzenem egész Ausztráliának, és a hangjait lassan átsúszott abba a soha nem hallott hangfekvésbe. Én ezt a hangfekvést nem tudom utánozni, de Novák akkor abban a hangfekvésben énekelt. Lovasok mindig, csatakos lovasok mindig, a szememben sötétlenek, és úgy úsznak ott, mint októberi égen, a véres ing felhők, az éneklő szelek. Ha a szemembe nézel, magunkat látod, téged és engem a lovas csapatban. Elhiszed nekem, beteljesülőben vannak a régi, vágtál ígérő jóslatok. A tanácsházát egy részeg éjszakán ketten oldalba vizeltük, fejenként másfél liter. A sötét sárna foltot, mivé összefolytunk, Magyarországnak neveztük. Akkor el. Nem volt ez önkényes választás a részünkről, formája legalábbis emlékeztetek. Na hát, ebben az országban képzeld azt a vágtát, és fölötte az égen a felhőzetet. Másnapra ez az ország felszáradt, s a lovasok elrejtőztek akkor a szemhéjak mögött. Majd lezuhantak egy idegen földre, és ott hevernek azóta, mint a rök. A csapat egy reggelre vár, és akkor újra kizúdul a felpattan szemhéjak mögül. És azon a reggelen éneklő szél lesz, és amit kimondasz, beteljesül. És azon a reggelen éneklő szél lesz, és amit kimondasz, beteljesül. A kagylóból pedig zajok jöttek elő. Összekeveredtek, egymásba olvadtak, súgva, buborékolva. Legmesszebbről is alig hallhatóan egy szaggatott hang, a foglalt jelzés. Hát nem lehet itt még énekelni, se üvöltötte Novák, és emelte a készüléket, hogy a falhoz vágja. Csak aztán megfogta a mozdulatot így vágból. Letette a készüléket, rá az elbolondult kagylót, és azt mondta magában, jó, akkor ez lesz. Nem éneklek, csak vagyok. Nincsen csodás erejű hangfekvésem, csak szabad vagyok. Nem vagyok követendő példa, csak a maga sorsát uraló ember. Ennyi. És ez végleges. Így állt Novák a szoba közepén ebben az elhatározásban, amikor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy vadlibaraj húz keresztül a szobán szabályos ék alakban, be a törött ablakon, ki a nyitott előszoba ajtón. De valahogy nagyon is vízszintesen, nagyon is egyenesen repültek azok a vadlibák, és ebből Novák gyanút fogott. Oda rohant az ablakhoz, és látta, hogy most aztán elszállt. Most csak igazán. A háza levegőben lebegett, körülbelül 1000 méteres magasságban. Mindenféle kötelek és koloncok lógtak le róla, de a földdel a jelek szerint csak egy telefonzsinór kötötte össze, a telefonzsinór pedig a jégmadár étterem kéményében tűnt el, és Novák tudta, hogy az ő barátai csimpaszkodnak a végén, hogy ők röptetik a házat, és egyben ők is tartják, hogy végleg el ne repüljön. Közben persze az alpinisták is lelepleződtek, de velük már nem törődött senki, hanem üdvrivalgások és színes léggömbök uralták a légteret. Sikerült, üvöltötte a tömeg egyik fele. Megúsztuk, így meg a másik, és mind együtt azt, hogy a mi fiunk, a mi fiunk, a mi fiunk. Te jó Isten, sikerült. Mindennek vége. Egyetlen árvaház a levegőben is én elpazaroltam minden erőmet. Soha többet nem fogok tudni így énekelni. Vissza fognak húzni, és igazuk lesz. Ez így értelmetlen és nevetséges.
Át a háza levegőben, a maga kényes egyensúlyában, át szegény Novák is kétségbe esetten a törött ablaknál, és hallotta, hogy most már kinn a függő folyosón is hatalmas zsivaj dagadoz, hogy ott dörömbölnek, meg kiabálnak a lakók. Az egyik így kiabált, hogy Novák úr, látja ezek a maga dolgai, én mindig tudtam, hogy ennek nem lesz jó vége. Egy másik pedig azt, hogy ha már ideig jutottunk, Novák, akkor ne szarakodj, hanem vágd le azt a rohadt zsinót, úgy sem működik. Megint egy másik, hogy és tessék mondani, elfogadják majd ezt a helyet állandó lakcímnek, mert én nem vagyok ellene semmi újnak, de azért az embernek legyenek rendben a papírjai. Egy egyenruhás férfi hadonászott, hogy súlyos hiba ilyen tökéletes célpontot adni, súlyos hiba ilyen tökéletes célpontot adni. Aztán egy rekettes hang pedig, hogy én nem bánom, Novák, legyen úgy, ahogy maga akarja, de váltsa vissza tőlem boltjárna az üres üvegeket, és adjon érte rögtön cseresztjét, mert egy józanul lebegni nem bírok. Aztán egy idős őszul hajolt be, és azt mondta, hogy tudja Isten, Novák úr, én azért mégiscsak szerettem ezt a földet. A többi hang pedig beleveszett a zsivajba, lábdobogásba. Novák csak állt a törött ablaknál, nézte kővé meretten, hogy a lakók másznak le egyenként a telefonzsinóron. Ki egy fali órával, ki egy smokinggal, ki egy fodros pólyával a hátán. Látta, amint sorban eltűnnek a jégmadár kéményében. Végül csend lett, egyedül maradt a házban. Jól van, kapitány. Minden kész. Minden rendben. Nincs több dobásod. Nem volna miért lemászni. Nincs is más hátra, csak az elegáns vég. Már csak az elegáns vég. Az a keresztül sétált a szobán, ki a folyosóra, le a lépcsőn és megállt a ház kapujában. Ott húzódott előtte a telefonzsinór, feszesen pengett, miként a húr. Novák megsimogatta a kapufélfát és mondta, hogy menj édes, menj kicsi édesem. Azzal villant a zsebkése, a ház emelkedni kezdett, mint egy rakéta, ő pedig kilendült és zuhant, mint a kő. Közben ezt mondta. Nincsen védkem, ha kiszolgálom, tőlem féljen, ha megfeszítem, hozzáfértem. Fölöttem forró száraz szélben, a vérkörömben egy hóesésben, jöhet megértem, s így lesz végem. Ez egy befejezetten dal maradt, mert Novák ideje korán földet ért. Úgy szóval azonnal. Így aztán titok, hogy mit is keresett valójában, a bizonyos csak a helyzet, amiben csöppent. Puhán földet ért a járdán. Igen, mondta, ez én vagyok a járdán. Vigyázó Ferenc utca. És mindenfelül ünnepi zaj. Aztán hátra nézett, és látta, hogy a háta mögött ott áll az üres telek, a meredező tűzfalakkal. Hát, ennyi nyom azért marad utána. Egy foghíj. Ez az életműve. Egyébként minden a helyén. Nem is volt az egész olyan veszélyes, mint ami ennek látszott. Végül is mindennapos történet. Mindennapos történet. Na jó, akkor lássuk tovább. Merre is van a jégmadár? Arra. Hát akkor én most erre megyek. És elindult az ellenkező irányba. Ment két saroknyit, és egyszer csak ott állt a jégmadár előtt, semmi kétség. Fönt volt a cégér, bent az ünneplő barátai, meg az evakuált lakók, nyakik kormosan. Az ajtó tangódallam szűrődött ki. Novák megdörzsölte a halántékát, hogy úgy látszik, eltévedtem. Nem baj, gyerünk innen. Sarkon fordult és megindult torony iránt. Két háztömbbel odébb megint a jégmadár előtt találta magát, ugyanaz a cégért, ugyanaz a közönség, ugyanaz a tangó. Novák hátraszédült, hogy hát mindenhol ez megy. Hát hány ilyen étterem van erre felé? Hány ilyen társaság van ebben az országban, hogy soha nem fogynak el, és rohanni kezdett. Két sarok, cégér, társaság, tangó, két sarok, cégér, társaság, tangó, és a barátai mindenhol integettek neki a nagy üvegablakokon keresztül, hogy gyere Novák, gyere, gyere már, csak téged várunk, gyere édes öreg, gyere, gyere, gyere! De Novák csak rohant, míg nem végül megállt kifulladva. Egy ház előtt állt meg, amelyik különös véletlen folytán a jégmadár nevű étterem volt is, ahol már sokan vártak rá türelmetlenül. Megállt és azt mondta, hát, ha így áll a helyzet, akkor legyen ez a törzs helyen. Azzal belökte az ajtót, de meg is állt azonnal, mert helyére szögezte az áradó megejtő dallam, amelyik így hangzott. Most tangó,
fejfedetlen, levetkőzhetetlen tangó. Szépséges, magával ragadó, forgatagos tánc. Ott táncolt mindenki. Livampif Soltész babával fordult, Ady Endre Koncsuzsával lejtett, és ott táncoltak mind, a kormosképű lakók is, Fali Órástól, Pólyástól, mindenestől. És ott táncoltak a pántolók, a mozdonyozók, a delejezők, meg a szervezők, a medvékők, nem? Józsuzsa toppant be, megcsókolta Novákot jobbról-balról, csak úgy csattant, és mondta, hogy csak hogy itt vagy, elintéződött, elhalasztva. Akkor megy az ország, amikor akarod. Meg amikor a helyzet is úgy kívánja. De mi van veled? Reggel óta próbálom ezt elújságolni telefonon. A lakásomban voltál, nem? Igen, mondta Novák. Ott voltam a lakásodban, csak nem vettem fel. Azt vettem észre. És mást? Mást nem vettél észre, Zsuzsika? Nem, más nem. Akkor jó. Nincs is azóta semmi komoly újság, de ha rám hallgatsz, azért mész és keresel egy másik albérletet. Aztán Novák fogta magát, félretolta a nőt az útjából is, megkerülve az asztalt, leült egy másik asztalhoz. Ült és nézett.
Júzsuzsa utána ment. Hölgy, válasz, gyere, Novák, táncoljunk! Unom ezt a tangót, mondta Novák. Járjátok nélkülem. A nő kétségbe esett, hogy Béla, ne kezd megint. Tudod-e, mennyire feszélyezi az embert örömtánc közben, ha valaki csak ülés néz? Olyan kínossá válik az egész, úgy elszigyeli magát az ember. Látod? Látod, mi lesz ebből már megint? Ezt akartad? És a táncolókra mutatott, ahol valóban megváltozott a mozgásrend egy kissé. Te Zsuzsa, tudod-e, mit mondott Mikulszki kapitány Midway mellett, mikor másodszor készült rálepülni Yamamoto vezérhajójára, és figyelmeztették, hogy ha ezt megteszi, nem marad annyi üzemanyag, hogy visszatérjen a földre. Tudod, mit mondott a beszart navigátornak? Hogy fogd be a pofádat. És szóról szóra ezt mondom én is neked. Közben a teremben az volt látható, hogy egy pár oldalazva megközelíti az ajtót és kisúran, mások rosszul létet mímelnek. Egy estélyi ruhásnő bemászik a cserépkájába, a WC ajtaját alig lehet becsukni, annyian szoronganak a kis helyiségekben. A táncparkett egyik percről a másikra kiürült. De Novák csak ült és nézett. Látta, hogy a helyiség lassan elnéptelenedik, Józsuzsa is hisztérikusan kirohan az utolsó között. Látta, hogy a szomszéd asztalnál felegyenesedik egy civilnek öltözött, tagba szakadt ballonkabátos férfi. Végigméri őt, aztán nagy léptekkel megindul a telefon felé. De Novák csak ült és nézett. Ült és nézett és dúdolt magában. Szabadságot próbáltuk érzékeltetni zeneileg.